Hubai Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökével arról beszélgettünk, hogy milyen pályázati lehetőségek nyíltak meg a gazdák számára. A legfontosabb pályázati lehetőség az egységes terület alapú támogatás, ami tulajdonképpen a megtermelt terület hektárja után jár nagyjából 70 ezer forintig hektáronként. A legfontosabb pályázati lehetőség a gazdák számára az egységes terület alapú támogatás. Ez a terület alapú támogatás egy olyan alaptámogatás a gazdák részére, ami tulajdonképpen a megtermelt terület hektárja után jár, és nagyjából 70 ezer forint hektáronként. Ez mindig a euró árfolyamtól függően van, általában ennyi vagy valamennyivel több szokott lenni. Tehát ez egy alaptámogatási rendszer, és ez kiegészíti 44 jogcím. A jogcímek a fehérje támogatás, a állat utáni támogatás, a katus támogatás, a ökológiai támogatás, tehát 44 jogcímen még kapnak hozzá támogatást, így a gazdálkodás menete rentábilissá tehető, és nem drágulnak az élelmiszerek, mert ennélkül sajnos olyan mértékű drágulás következne be, amit a lakosság anyagi helyzete nem igen tudna elviselni. Tehát ez egy nagyon jó alap arra, hogy a gazdálkodók gazdálkodjanak, munkájukat elvégezzék, és megfelelő áron tudják biztosítani az élelmiszer alapanyagok árát, illetve magát az élelmiszert. Karcagváros közigazgatási határába nagyjából 280 fő, aki ilyen támogatást igényel, és ezt a támogatást a falugazdászok, elsősorban Asztalosné Ildikó vezetésével a kamarai székházban, a volt katolikus legényegyzetnek a kialakított nagyszerű irodahelyiségébe történik, és általában telefonon történik jelenleg a problémák, illetve a betegség miatt, és úgy gondolom, hogy ez megfelelőképpen működött már tavaly is, nem volt vele probléma, már van sajnos gyakorlatunk ebben, de azért bízunk benne, hogy ez már most hosszú távon nem így fog lenni. Április 7-én nyílt meg ez a támogatási forma, és május 17-ig lehet az alaptámogatást igényelni. Április 7-től május 17-ig történik az alaptámogatás igénylésének a beadása, és még utána május 31-ig szankciómentesen lehet korrigálni, pótolni, hogyha valami közbe jött a termelés során, vagy a vetésszerkezetben, vagy bármilyen egyéb okok miatt, akkor még addig lehet. Később már szankcióval lehet csak még egy további egy hónapig, de az már nem ajánlom senkinek. Tehát az a lényeg, hogy május 17-ig, illetve még utána május 31-ig lehet korrigálni. Karcagváros közigazgatási határa 36 ezer hektár, és a kitettsége aszály szempontjából nagyon nagy. Ezért a gazdák szeretnének öntözést kiépíteni, jelenleg is folyamatban van néhány pályázat. Karcagváros közigazgatási határa nagy, 36 ezer hektár, és a kitettsége aszály szempontjából nagyon nagy. Ezért a város gazdái nagyon nagy igényt hoztak létre, illetve nagy igényt szeretnének megvalósítani az öntözés kapcsán. Jelenleg is folyamatban van néhány darab, már a működőkön kívül, tehát tulajdonképpen a zöldségfeldolgozó üzem közel 200 hektáron nyomócsöves rendszerbe 10 km távolságra elszállítja friss tiszavizet, amivel öntözi a zöldségnövényeket. További öntözéssel kapcsolatos pályázatok is vannak, amik jelenleg folyamatban vannak, illetve részben már megvalósultak. Ez az öntözés szervezés Karcagon nagyon fontos, hiszen az időjárás miatt a aszálynak kitettsége miatt ez feltétlenül fontos. Ráadásul Karcagváros be van rendezkedve belvízvédekezésre, öntözésre, tehát a vízgazdálkodás alapjai nagyon jók. Ide vezet az NK326-os fővezeték, ami a tulajdonképpen gravitációsan ide szállítja a vizet, tehát rendelkezésünk áll a víz, rendelkezésünk áll a gazdáknak az akarata, illetve a földterület, meg a lehetőség, meg a sok élettapasztalat, ami már az öntözés kapcsán van. Tehát az öntözés fejlesztése egy nagyon fontos dolog, ami folyamatban van és nagyszerűen működik. Ezen kívül az állattenyésztő telepek korszerűsítése és a kertészeti fejlesztési lehetőség is fontos, de vannak bent erdészeti pályázatok is a gazdáktól. Ezen kívül az állattenyésztő telepeknek a korszerűsítése is nagyon fontos.
fontos dolog még a kertészeti fejlesztési lehetőség, nagyon fontos az erdészeti lehetőség, ebben is van néhány pályázat a Karcag város gazdálkodása révén, illetve a gazdatársaim részéről. Ezek nagyon fontos támogatások és alapvető környezetvédelmi, természetvédelmi, gazdálkodási, gazdasági igényeket elégítenek ki. Ezek a támogatások alapvető környezetvédelmi, természetvédelmi, gazdálkodási, gazdasági igényeket elégítenek ki.